Na, sziasztok! Ebben a kis videóban megint egy kisebb szettet szeretnék bemutatni, ez a 6928-as Classic Space készlet, és a készletnek a neve az, hogy a uránium kereső jármű. Ez a készlet is azok közé, a szettek közé tartozik, amik nagyon bizarrul néznek ki. Tehát vannak azok a space készletek, amik így nagyon-nagyon elborultak, tehát ez egy bazi nagy terepjáró, mindenféle terepre tervezett tele detektorral elég félelmetes látványt nyújthat. Ez a készlet 1984-es, és klasszikus színekből, kék, szürke és ebből az átlátszó sárgából áll. Sajnos elég ritka elemek vannak benne, ezért a méretéhez képest ez a készlet elég drága, főleg a dobozával együtt. Úgyhogy, hát, igen, tehát ezért egy kicsit zsebbe kell nyúlni. De nézzük meg, miket lehet még építeni belőle. Hát, mindenféle ugyanilyen autót, kis bázist, terepjárókat, ugye van hozzá rengeteg kerék, úgyhogy ez adott, hogy ilyeneket lehessen belőle építeni. Például ez itt nagyon tetszik, hogy két ugyanolyan járművet is lehet belőle építeni, és egy kis bázist is. Na de nézzük meg, hogy mi van itt. Itt van a készletnek a zacskója, kis összeszerelési útmutató. És ennek is ilyen kihúzható a doboza is, megint figyelni kell, hogy ne csak ez a külső tok legyen meg, hanem a belseje is. És ezeket a dobozokat ilyen űr mintára tervezik, tehát hogyha még ki akarjuk esetleg állítani, vagy valami, akkor ez nagyon jól megfelel talapzatnak, vagy háttérnek, vagy bárminek, mert ilyen az űr fekete, sötétje és csillagok vannak a dobozán. Ez nagyon, nagyon jó ötlet. Na de itt van a szett maga, egy bazi nagy papír, szokás szerint a régi készletekhez. Na de gyorsan össze is rakom, és akkor jövök utána. Let's jam, me you at.
Na szóval, kész lettem ezzel a gyönyörűséggel és szörnyeteggel egyben, mert nyilván minden Classic Space készlet az valahol gyönyörű. Na, tehát ez tényleg egy szörny, minden terepre tervezett, mozog a kerekei föl le, dombokon, völgyeken át tud menni mindenhol, hogy megtalálja az urániumot. Ugye ebben az időszakban nagyon fontos az atomkorszakban, hogy legyen uránium, és jól éljen a nép, úgyhogy ezt a kis járgányt arra tervezték, itt van rengeteg detektor, minden felül, minden irányból, hangokkal, földmozgással, mindennel az urániumot keresik a összes bolygón, úgyhogy ez a szett, ez erről szól. Na, részletesebben, ugye ezek a sárga elemek nyilván felnyithatóak, persze ezek aranyáron mennek minden irányból, sőt igazából a legdrágább elem ez a piros kis, hát ilyen pajzsszerű valami, és ez nem, hát ez nem egy jó művelet, amit ide fel kell rakni, ez, tehát ezek nem túl kompatibilisek egymással, ez a két elem, ez a pajzs, meg ez a kis kézi detektor, tehát hogy ez így ennyi, egy ilyen minimális mozdulattól is így kiesik belőle, tehát ezt nagyon nem jól találták ki. Na mindegy. Na itt a hátsó része, kis ennyi, leesett az antenna, kis rakéták minden irányból hajtják ezt a hatalmas monstrumot. Itt is detektorok, és ez a kis raktár itt hátul kinyitható, itt van egy számítógép bent, még ezt is fel lehet hajtani kicsit. És ezzel az egyetlen számítógéppel mindent meg lehet csinálni itt az űrben. Hogy be is állítom a fehér űrhajóst, hogy valamit kezdjen dolgozzon ő is. Megfulladok. Persze az a baj, hogy ezt így bezárni már nem nagyon lehet, hogyha benne áll az űrhajós, viszont ülve befér. Na de mindegy. Úgyhogy igen, tehát ez egy nagyon bizarr jármű, középen ilyen csuklós, és ügyesen megoldották, hogy ne lehessen a végtelenségig ezt a csuklót hajlítani, beraktak két ilyen ütköző elemet, ez nagyon-nagyon tetszik, itt vannak egy pár kis szerszám, és itt van a fekete űrhajós, igazából azt hiszem, hogy az összes űrhajós szín közül, hát lehet, hogy nem a legdrágább, de szerintem igen. Tehát ez szerepelt a legkevesebb készletben, úgy gondolom, és nagyon drága. A sisakja is külön, hát igen, ezért sajnos fizetni kell. De beültetem. Ha be tudom, nyilván nem tudom. Persze a rádióval ő se fér be. Fülkébe. A rádiót ezt kin hagyjuk, pedig fontos lenne bent is a fülkében. Na mindegy. Úgyhogy még itt megmutatom alulról. Mozognak detektorok minden irányból. És ez ennyi, ez a kis jármű. Tehát 1984-es és 189 elemből áll. Hát igazából soknak mondanám az elemszámot, bár rengeteg apró elem van benne. Ez egy közepes készletnek számított akkor. És annyira nem ritka, viszont elég drága.
Tehát, hogyha dobozzal akarjuk, azért eléggé a zsebbe kell nyúlni. Sajnos minden space készletnek mesterségesen magasan van tartva az ára. Úgyhogy sajnos ez egy nagyon szomorú dolog. Pedig elég sok van belőlük. Től függetlenül. Na de ennyit a sírásról. Úgyhogy ennyi lenne ez a kis szörnyeteg. Köszi, ha megnézitek a videót, úgyhogy ennyi, sziasztok!